Nagy tömeg gyűlt össze a farkasréti temető Makovet töm előtt, hogy utolsó útjára kísérje Kolósi Jánost. A művész 81 éves korában, rövid betegséget követően, hunyt el március elején a család kérésére Verőbz István írta a búcsú beszédet, amit Szeretnyi Béla olvasott fel a szertartáson. Szeretnyei búcsú beszéde nagyon személyes volt, felidézte a zenésszel közös időszakát, és kifejtette, hogy ne legyenek keserűek azok, akik gyászolják Kolóst, mert ő maga egy vidám ember volt és nem örülne, ha így volna. A létezés megszállott szeretete az ő volt, mindenki Kolós Jania. Óka fogyott, hogy a gyász teljes erejével erőt vegyen rajtunk, mert az neki nem nagyon tetszene. Ha most megszólítana bennünket, tudom mit mondanő, ne hívjetek az elmúlásban. Az életben hívjetek, mert az élet szép, az élet vidám, én aztán nem hagytam, hogy ne legyen az. Komolyan csak kevés dolgot vett, a hűséget, a családot, a helytállást mindenkihez, akit szeretett, a Fradihoz és közönséghez. Hangzott el a beszédben fotók a temetésről lentebb.